az utóbbi időben Isten kegyelméből nagyon sok megértést, felismerést kapok. És szinte azt mondhatom, hogy ijesztő számomra is, és túl sok, mert emberileg érzem, hogy nem bírom el. És amikor tovább akarnám adni, el akarom mondani, akkor egyszeriben tódulnak a gondolatok, és érzem, hogy össze fogom zavarni, és nem lesz érthető az egész. De a mindenható Isten segítségével megpróbálom több apró részre szétszedni, és úgy továbbadni, mert ismét csak megerősített Isten, hogy nincs már idő. Nincs idő arra, hogy bűneinkben, tévejgéseinkben megüregedjünk, és majd a nyugdíjas éveinkben szépen magunkba forduljunk, és megtérjünk. Azok a napok megrövidítettnek a választottak kedvéért, azt mondja Jézus. És ez azt is jelenti, hogy hamarabb jön el a vég, kinek a maga életében. Mert azt is észrevettem, hogy az utóbbi 2 évben, tehát 2-3 évben vannak emberek, akikkel nem találkoztam. És amikor most újra találkozok velük, megdöbbentő módon azt látom rajtuk, hogy olyan nagyon sokat öregedtek. Tehát sokkal öregebbnek, sokkal idősebbnek, meggyötűrtebbnek néznek ki, mint az idő, amennyi eltelt, amennyi normálisan kellene, hogy legyen. Tehát ez is azt jelenti, hogy azok a napok megrövidültek, megrövidítettek, a szenvedés napjai. És akkor nekivágnék az első fontos megértésemnek, aminek talán azt a címet is adhatom, hogy kórház, vagy betegség. És féltéssel és fájdalommal, és összetörten mondom, hogy ha van még valaki, akinek füle van, az hallja meg. Egy álomsorozat első részével kezdeném. Álmomban egy kórházba akartam bemenni, valakit meglátogatni, és ahogy az ajtóhoz értem, ahol mindenkit simán beengedtek előttem, 3 nő állt, ápolónők lehettek, és azt mondták nekem, hogy csak akkor mehetek be, ha kifizetek 666 lejt. És kacagtak hangosan, hahotáztak, miközben ezt mondták. És erre én megfordultam, hogy nem megyek be akkor, mert úgysem annyira fontos. És ezt az álom részt úgy elhessegtettem magamtól, arra gondolván, hogy biztos nem lényeges, de a magasságos Isten úgy adta, hogy másnap, tehát rá egy napra, hogy ezt álmodtam, a valóságban is rá lettem kényszerülve, hogy egy közeli hozzátartozom miatt bemenjek egy kórházba. És akkor eszembe jutott az is, hogy nem is olyan régen, még egyszer bementem egy másik kórházba, tehát ez is a valóságban, ugyancsak egy közeli hozzátartozom kísérőjeként. És az akkori megértéseket, amelyeket akkor adott Isten lelke, nagyrészt magamnak tartottam. Nem mondtam el csak a környezetemben élő embereknek. És ezzel az álommal és azzal a ténnyel, hogy másnap ismét kórházba kellett mennem, megerősítést kaptam, hogy igen, van egy feladatom, amit nem mulaszthatok el, nem halaszthatok meg. Hát először is, mivel találkozunk, minden nagyobb kórháznak az udvarára való belépéskor. Hát ki van írva, hogy kliens parkoló, és már itt minden világosság kellene váljon. Tehát kliens, vagyis ügyfél, vásárló, visszatérő vendég, ezeket jelenti a hétköznapi nyelvben az a szó, hogy kliens. Tehát nem beteg, még csak nem is páciens, hanem kliens. Akkor hát a kórházak, az egészségügy, az egy jól menő vállalkozás lett, amint a nagy modern épületek és az egyre bővülő parkolók is mutatják. És valóban az. Ha oda egyszer beléptél, akkor már csak egy adat vagy,
egy olyan kliens, egy olyan szám, aminek a legfontosabb tulajdonsága az kell legyen, hogy biztosított. Tehát van fedezete, anyagi háttere. Van pénze, ugye? Az a jó kliens. És egy a vállalkozás sikerének a kulcsa, hogy a kliensből visszatérő, elégedett ügyfelet kell csinálni. Aki meg van elégedve a vásárolt termékkel, vagy a kapott szolgáltatással, és máskor is idejön, rendszeres vásárlóvá válik, és még másnak is ajánlja az adott vállalkozást. És minél többször jön, annál többször fizet. 666 lejt, vagy még többet, és hűségkártyát, meg bérletet, meg árkedvezményt, meg mindent megkap. És mosolyogva, hízelegve megfogjuk, megtartjuk, mert belőle élünk. Na pont így működik az egészségügyi rendszer is, vagy betegségügy inkább. Mert az egészség csak az Istennel való közösséget, a vele való egységet jelentheti. És ezt érti az, akinek füle van. És egy tömb katolikus faluban arról panaszkodnak az emberek, hogy nincsen olyan házszám a faluban, ahol ne lenne legalább egy súlyos betegségben szenvedő családtag, és a súlyos az valóban súlyos. Mert ilyen rák, meg olyan rák, cukorbetegség, a végbele az oldalán van kivezetve, más pedig kómában fekszik hónapok óta, stb. És a szomorú az, hogy ezek nem csak idős emberek, hanem 10 éves, 20 éves fiatalok is vannak közöttük. Mert ugye Isten szava az ózsdi, elavult, nem kell nekünk, hisz maga a pápa is azt mondta, és Isten bocsássa meg, valóban azt mondta a pápa, akit a katolikusok, és már nem csak ők bálványoznak, és minden szavára ammeneznek, tehát ugye ammen azt jelenti, hogy egyetértesz vele, rábólintasz. Tehát valóban azt mondta a pápa, hogy Isten, mivel bennünk él az emberekbe, ő is velünk együtt él és fejlődik, és hogy át kell értékelni Isten mi voltát a szeretet fényében. Hisz Isten, aki maga a szeretet, nem ítélkezik, hanem barátja és szerető, védelmező Istene az emberiségnek. És hogy a pokol csak egy metafora, és ugyanolyan mesének kell tekinteni, mint az Ádám és Éva meséjét. És ha a pápa ezt mondja, és én leammeneztem, mert kedvezően birizgálta a bensőmet, megnyugtatott, hogy mégsem kárhozik el a lelkem, akkor én mit foglalkozzak a Bibliával, az ott leírt átkokkal és áldásokkal? Hát a pápa csak jobban tudja. És akkor marad a kórház, a világi biztosítás, a betegágy, a műtétek, mert hát ez a modern fejlődés, ma azokról lehet nagyokat dumálni, hogy kit melyik orvos műtött meg, melyik kórházban csinosabbak az ápolónők, hol van a tévé a kórteremben, stb. És ha már a műtétekről esett szó, szomorúan és fájdalommal értettem meg azt is, hogy mennyire fáj az atyának, hogy gondolkodás nélkül képesek az emberek belemenni nagy, nehéz műtétekbe. Teljesen rábízzák magukat és a földi és örök életüket is egy másik emberre, aki, ja, elfelejtettem, nem ember, bocsánat, ő már professzor, tudós, 66 diplomája van, és egy műszerre, egy gépre, hogy őt ott elaltassák, elkábítsák, majd vagdosnak a testében, és ő vakon megbízik az orvos szavában, hogy majd 6 óra múlva, vagy 10 óra múlva, ne aggódj, fel fogsz ébredni, és minden rendben lesz, meg leszel gyógyítva. Mehetsz vissza a világba. De persze biztonság kedvéért, mint jó kliens, fogyasztod a fehér dobozba csomagolt mérgeket, és minden hónapban visszajössz vizsgálatra.
megújítani a törzsvásárlói szerződésedet. És ha majd úgy látjuk, akkor majd újra megműtünk, hogy biztos legyen. Hát mennyivel másabb lenne Istenbe bízni ezzel a hittel, vagy fele ennyivel legalább? Jaj, nem, hát ő csak egy világot teremtett, meg fákat, madarakat, ilyesmi. De ilyen irtózatos műszereket, ami belülről átvilágít és lézerkezelést, meg lapos tévét a váróterembe, hogy a hozzátartozó se unatkozzon, és nehogy esetleg imádkozni kezdjen. Na, ilyet csak az ember tudott. Az ember képes ilyenekre. Hát olyan nagy a tudomány, és az orvos olyan kedves, mindent megpróbál. Azt mondta, hogy meggyógyuljak. Hát ha egyszer odamentél, kliens lettél, ugye, akkor elfogadod az ők feltételeiket, akkor eladod a házadat is, ha kell, csak ki tud fizetni a méreg drága mérgeiket, hogy meghosszabbítsd a földi szenvedéseidet, mert meggyógyulni nem fogsz. És igazad van, ez is egy opció. Minél tovább a földön maradsz, annyival rövidül a föld alatti szenvedésed. És az minden bizonnyal borzasztóbb, mint a földi, mert itt létezik fájdalomcsillapító, morfium, kenőcs, mindenféle technika meg praktika, amivel enyhíthető a fizikai fájdalom. Ott lenn a sírgödörben, a pokolban. Nem rendel a professzor. Nem hiszem, hogy nyitott volna magánrendelőt. Legalábbis nem ír ilyesmit a Biblia. Na de ki tudja? Mert szerinted és a pápa szerint, aki ugye Jézus földi helytartója, csak egy elavult régi történet, a Biblia, Ádám és Éva meséje. Mert hát akkor már az is meg lehet, hogy már ott is van kliens parkoló. Minden esetre én nem ott szeretnék meggyőződni arról, hogy ez nem így van. Isten könyörüljön mindannyiunkon.